A megyei Vöröskereszt májusban már szervezett kihelyezett véradást az Egererdőnél, akkor 120 fölött volt a résztvevők száma. A sikeren felbuzdulva született meg az ötlet, hogy más szakmákhoz hasonlóan az erdészeknek is rendezzenek országos akciót az Erdők Hete keretében. A Heves megyei helyszín Parázs-Sasvár közigazgatási területén a Rudolf tanyán lesz. Én nagyon bízunk benne, hogy tovább eszkalálódik ez a lehetőség. Már jelzésünk van, hogy az egyetem, az oktatási központok szintén mozdulnak az irányban, illetve a magánerdészek is bekapcsolódnának, hogy bízunk benne, hogy ez egy visszavonhatatlanul erdészeti országos véradónappá fog kikerekedni. Az Erdők Hetén 150 program lesz, 22 állami céghez magánerdészetek és oktatási intézmények is kapcsolódnak. A véradást 14 részvénytársaság szervezi meg. Egy olyan kezdeményezés, ami elsőre több mint 120 megjelent véradót jelent, én azt hiszem, hogy példaértékű, és fontos ezzel országosan úgy foglalkozni, hogyha ez egy olyan mozgalom, olyan kezdeményezés is kapcsolódik, mint a mostani, hogy az erdőgazdálkodó cégek kapcsolódnak országosan ez a programhoz, akkor azt mindenképpen föl kell vállalni és támogatni kell. A hasonló intézményeknél megvalósuló kihelyezett akciók nagyban segítik a Vörös Kereszt véradás szervező munkáját. Mi minden olyan kezdeményezést nagyon felkarolunk, amikor más közösségek, munkahelyek, civil közösségek, egyházi közösségek fordulnak hozzánk, felajánlva az ő kapacitásaikat, kapcsolatrendszerüket, hiszen mi nagyon kevesen vagyunk ahhoz, hogy mondjuk itt Heves megyében évente 16 ezer embert tudjunk mozgósítani. A segítségnyújtáson túl a programot egyben közösségi eseménynek is szánják az Eger Erdő ZRT három megyében dolgozó munkatársainak.